Kedves nézőink, múlt héten ígértem önöknek, hogy most kicsivel bővebben próbálkozom arról beszélgetni dr. Magyar György ügyvéddel, akit nagy szeretettel köszöntök, nem a stúdióban, az interneten keresztül köszöntöm a stúdióba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szóval, hogy arról beszélünk, hogy a Magyarország az Európai Bizottsággal történt vita során az igazságszolgáltatás reformjára tett ígéretet, ugye az uniós források elérése érdekében. Most az a kérdés, hogy mindez az ügy, amit az elmúlt, nem is tudom, már második hónapja zajlik, mennyire árt ennek az egésznek, és mindezt szeretném kiegészíteni azzal a törvényjavaslattal, amit benyújtottak a parlament elé, mely szerint az igazságügyi miniszter belenézhet az ügyészség nyomozati irataiba. Az, hogy belenézhet, az mit jelent? Hát megmondom őszintén, jogász emberek már most sírva fakadtak. Megvan az oka ennek, ugyanis ennél durvábban beavatkozni a hatalommegosztás elvébe nem lehet, ugyanis nem hagyható figyelmen kívül, hogy Magyarországon olyan a közjogi berendezkedés, hogy az ügyészség nincs az igazságügyi minisztérium alárendelve, semmi köze a kormány tevékenységhez, teljesen független, csak a parlamentnek köteles jelentést tenni, és ezt minden évben a legfőbb ügyész meg is teszi, az ügyészség munkájáról a parlamentnek kell beszámolni. Következésképpen az a kísérlet, amit a salátába elhelyeztek, durván sérti a hatalommegosztás elvét, és teljes mértékben utánlövésnek számít az én felfogásom szerint, miután a Sádl ügyről már többször beszéltünk, és igen jelentős mértékben közbeszéd tárgya lett, hogy esetleg manipulálhatták, pontosan az igazságügyi miniszter mondja ezt, ugye, a volt igazságügyi miniszter, a nyomozati anyagot, magyarul belenyúlhattak kormányzati szereplők másnak az érdekében ezekben az iratokban. Ezt akarja most legalizálni ez a salátatörvény. 74 oldalon keresztül a legkülönfélébb jogrendelkezéseket módosítanak, és a 26. oldalon elrejtik ezt az ügyészségi törvény módosító javaslatot, hogy becsomagolva természetesen az igazságügyi miniszter a különböző jogszabályok előkészítése érdekében az ügyészség iratokba betekintett, és hozzáteszik, hogy csak befejezett, ugye, már meg nem támadható ügyekről van szó, és hozzáteszik, hogy anonimizálni kell az adatokat. Majd lezárják a mondatot egy gyönyörű szép fél mondattal, ami úgy szól, és minden egyéb irat. Hát ez a mindegyéb irat, ez a pót-pót mondat, pont elégséges ahhoz, hogy bármikor az ügyészi tevékenységet kontrollált egyéb. Hozzasztó sérelmes. És a kérdésedre az a válasz, hogy ez olyan durva beavatkozás, hogy az enyhébb sérelmeket is kifogásolta már az Európai Bizottság, hát ezzel megítélésem szerint egy hatalmas nagy pofont adtak a jogállamnak, és kiderült, és ez is benne volt a kérdésedben, és itt a válasz, hogy az egész csak látszatintézkedés volt, amit a magyar kormány megígért, az igazságszolgáltatás tisztessége, objektivitása, bírói függetlenség, jogszabályok társadalmasítása érdekkörében, kirakat politika, a gyakorlatban semmi nem történt, sőt, igen jelentős visszafejlődés van ebben az úgynevezett saláta törvényben elrejtve. Én továbbra sem tudom azt, hogy a törvény betűje szerint, szeretném elmondani, tehát a törvény betűje szerint, mi az, amit megnézhet, és miért akar megnézni a mindenkori igazságügyi miniszter? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy olvasok mindenféléket az interneten, hogy vannak olyan jogászok is, akik azt mondják, hogy nem ördögtől való dolog, hogyha az ügyészséget a kormány alá rendelik, de ez csak is kizárólag akkor lehet, hogyha van egy megfelelő kontrollszerep.
nem az látszik, hogy megpróbálják az ügyészséget a kormány alá rendelni ezzel a lépéssel? Ez egy másik berendezkedés. Kérdezték már ezt tőlem, hogy ez tulajdonképpen egy újabb alkotmánymódosítás előkészítése, és elképzelhető, hogy a hatalom koncentráció érdekében a jelenlegi kormányzatnak a fejében megfordul, hogy rendeljék az igazságügyminiszter alá az ügyészséget, de nem ez a rendszer. Ma nem ez a rendszer. Tehát csalát a törvényben. Hárommondatos módosítással nem lehet ilyen típusú rendszert megváltoztatni. Valóban vannak államok, ahol az igazságügyminiszter felügyeli az ügyészség munkáját, hiszen az állam büntető politikáját, a törvényesség betartását ebből a szempontból, jogszakmai szempontból felül lehet vizsgáltatni, de jelenleg Magyarországon nem ez a rendszer. Ha egyszer a menüben töltött káposzta van, akkor mi nem ehetünk sóska főzeléket. Hát erre nincs mód és lehetőség. A mi jogi berendezkedésünk, a közjogi világ arról szól, hogy külön hatalmi ág a bíróság, külön hatalmi ág az egész igazságszolgáltatás rendszere, külön a kormányzat, és külön a törvényhozás, ami a parlament. Mi nálunk úgy szól a nóta, hogy az ügyészségi tevékenység kontrollja a parlamentnél, és nem a kormányzatnál van. Tehát ezek a kísérletek megítélésem szerint súlyos jogsértések, súlyos berendezkedési és alkotmányossági kérdéseket vetnek fel, és amelyik hatalom ehhez az eszközhöz nyúl, az pontosan a saját maga alá akarja gyűrni ezt a rendszert is, amit nem tűrhetünk el demokratáknak és értelmes embereknek ezen teljes mértékben fel kell háborodni. Ugye azt próbálom kikövetkeztetni a szavaidból, hogy így ebben a formában ez nem felel meg az alaptörvénynek. Akkor kérdezem én, amennyiben ezt a parlament mégis elfogadja, akkor annak kellene-e történnie, hogy a köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt el kell, hogy küldje az Alkotmánybírósághoz normakontrollra? Megtehetné. Ráadásul most nekünk olyan köztársasági elnökünk van, most elfedetve az édesapjával kapcsolatos történeti eseményeket és az ezzel kapcsolatos anomáliákat, akinek pontosan az alkotmányjogi felülete a legvilágosabb és a legtisztességesebb, akkor járna el helyesen, mert ez mindenféleképpen jogsértő jelen állapotban, és ilyen jogszabályt alkotni, pláne ebben a formában nem lehetséges. Mert hogyha még egyszer mondom, arra megy a játék, hogy az ügyészség kerüljön az igazságügyminisztérium felügyelete alá, és ilyen értelemben elszámoltathatóvá váljon az amúgy is hierarchikus rendszerben működő ügyészség, akkor kérem tisztelettel, ezt elő kell készíteni, és itt van megint az, amiről beszélek. Magyarországi kormány megígérte Európának és mindenkinek a világon, hogy társadalmi vitára bocsátja a jogváltoztatásokat. A jogfejlődést és az egészséges jobb értelmezés okán meg kell kérdezni a szakmai szervezeteket, például a ügyészséget, például a bíróikat, például a jogalkalmazókat, ügyvédeket és mindenkit, aki érintett ebben a kérdésben, hogy milyen következményekkel járna az, hogyha megváltoztatnák a jelenlegi rendszer. Hogy mondjak még egy mondatot pont a Sárdőr ügyel szoros összefüggésben. Fölmerült ugye az a kérdés, pontosan a volt igazságügyi miniszter mondja el azon a bizonyos hangfelvételen, hogy belenyúltak Rogánék állítólag a Sárdőrféle nyomasztati anyagba. Nem kellett feltétlenül a titkosszolgálati anyagba belenyúlni, mert hallottuk és tudjuk, hogy titkosszolgálati lehallgatások voltak. A lehallgatási jegyzőkönyvi anyagok pedig nem az ügyészség által születnek, hanem a titkosszolgálatok által. Tessék mondani, ki a titkosszolgálatok felügyelője? Értettem a kérdésedet. Éppen az a miniszter, aki azt látja, hogy saját maga vagy a közvetlen környezete a lehallgatásokkal összefüggésben egy súlyos korrupciós bűnügyben érintett, nem kell, hogy az ügyész adatokat manipulálja, elég, ha a titkosszolgálati anyagok vonatkozásában a reál sérelmes háttéranyagot nem adja tovább. És ha nem adja tovább, ugye a titkosszolgálati jegyzőkönyvek lefoglalásával vagy leírásával összefüggésben, akkor az ügyészség tényleg nincs abban a helyzetben, hogy teljes képet kapjon, és mindazokat megvádolja, akiknek esetleg a cselekvősége veszélyes a társadalom. Az ügyészség emlegetve volt a hétvégén is. Szombaton volt egy tüntetés Budapesten, egy demonstráció, ahol többek között
Fölszólalt Magyar Péter is, aki emlegette a legfőbb ügyészséget. De nem is ezt szeretném kérdezni arról, hogy mi történt, ki mit mondott, a mondatoknak, a beszédeknek milyen egyéb következményei voltak, hanem leginkább arról szeretnélek téged faggatni, hogy most hogy látod az ő szerepét az ellenzék és a kormánypártok ösztüzében. Ha kilépünk ebből az ügyészségi kérdéskörből, akkor megnézhetjük Magyar Péternek a fellépését akár politikai oldalról is, mert azt hiszem a kérdés most erre vonatkoztatható. Természetes módon az ő szerepe most megváltoztatta a státuszkót, megítélésem szerint hatással lesz az Európai Uniós választásokra is, igen jelentős hatása lehet magának a Fidesznek a működésére, és az ellenzék szerepvállalására is. Tehát én azt gondolom, hogy Magyar Péter fellépése egy vákumban történt, abban a vákumban, amelynek a kiváltó oka a kegyelmi ügy lehetett, a köztársasági elnök lemondása, az igazságügyminiszter távozása, plusz az ő személyes sérelmei, vagy ezzel kapcsolatos gondolatai, meggyőződésem szerint most rá tudott ülni arra a hullámra, amiben a magyar társadalomnak egy jelentős része él, nevezetesen úgy látják, hogy a jelenlegi működés nem tökéletes sem az ellenzéki oldalon, sem a kormányzati oldalon, tehát következésképpen van egy változtatási igény, csak eddig nem volt mód és lehetőség ennek a korrekt és tisztességes egyértelmű megjelenítésére. A kormány megítélésem szerint elkényelmesedett, úgy gondolja, hogy a hatalmam lévés okán mindenre kiter képzelései és át tudja vinni a társadalmat. Az ellenzéki pártok és az ellenzéki szereplők pedig nem tudtak e kellő hatékonysággal ez ellen fellépni. Ebben a vákumban lépve most Magyar Péter, és ezért az a meggyőződésem, hogy a szerepvállalása okoktól függetlenítve mindenféleképpen hatással lesz az EP választásokra, az európai szerepvállalásunkra, ugyanúgy, ahogy a kormányzati magatartásra és az ellenzék elképzelésrendszerére. Nem tartom ártalmasnak, hogy ő fellépett, hogy hova vezet, azt nem tudom, hogy pontosan milyen nézeteket van és milyen tartalommal szeretne politikusra válni, ezt sem tudom. Azt azonban tudom, hogy ebben a helyzetben az alvó és ilyen értelemben párban lévő belpolitikát felélénkítette, bedobott egy nagy követ az állóvízbe, az pedig most elkezdett mozogni. Ez a mozgás megítélésem szerint társadalomfejlődési szempontból nem lehet hátrányos. Ő elindult egy úton, meg kell várnunk, hogy ez az út hova vezet, nem szabad türelmetlenkedni. Nekem öreg embernek az a jó tanácsom, hogy ellenzékieknek és kormánypártjáknak sem kellene most előre pálcát törni, nem kellene előre elítélni, vagy előre őt felmagasztalni, prejudikálásra nincs szükség, hagyjuk őt a mozgás terében, lássuk meg, hogy érzelmen kívül tartalmi értelemben befolyásoló hatású-e, és amikor már az irány látszik, akkor kell hozzá megfelelőképpen harmonikusan illeszkedni. Én gondolom, hogy a magyar társadalom fejlődés szempontjából most egy kis türelem, egy kis kivárás, egy kis nyugalomra van szükség, mert a felpezdült társadalom akkor tud hatékonyan működni, és gazdaságilag is, és politikailag is megfelelni az elvárásoknak, hogyha együttműködés van, és nem az ellentétek szítása, dominancia, ami sajnos a kettéosztott társadalomban eddig is jellemző volt az utóbbi években. Hát összegzésként azt tudom elmondani, hogy mindig jó, hogyha új szereplő lép be ebbe a térbe, ez mindig hasznos. Az, hogy mi lesz a végeredmény, azt nem tudjuk, de abban egészen biztos vagyok, hogy jövő héten újból fogunk beszélgetni, úgyhogy akkor is nagy örömmel foglak várni, és ha minden igaz, jövő héten személyesen találkozunk. Megteszek minden tőlem telhetőt, ha a jó Isten is úgy akarja, és az emberek tudomásul veszik, hogy a közélet mindannyiunké,
amikor van előválasztás, élni kell vele, amikor lehet menni választani akár Európai Uniós választásokat, akár önkormányzatiakat. Normális, aktív állampolgár vegyen részt, mert így tud beleszólni a közéletbe. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Én köszönöm a lehetőséget.